Különleges helytörténeti csemegékkel, a füredieket is meglepő új hírekkel jelentkezik a Füredi História 64. száma. Hangzott el a folyóirat bemutatóján a Lipták Gábor városi könyvtárban. A 2022-es év zárószámának címlapján Kisfaludi Sándor látható abból az alkalomból, hogy 251 évvel ezelőtt született a füredi magyar játékszín építetője. A beltartalom érdekes témákat boncolgat, ezúttal is olvasmányos formában. Új szerzőt avatunk Horváth István személyébe, ő teológus, és az esztergomi főegyházmegye könyvtárában ráakadt egy úti beszámolóra, amit 1842-ben Maier István kanonok írt. Ő ekkor látogatott ide Balatonfüredre. Úgy néz ki ez a cikk, hogy először a Horváth István ismerteti, hogy ki volt ez a Maier István, majd pedig megjelentetjük Maier Istvánnak az írását, ami nem csak Füred, hanem érinti a környező településeket is, például Tihanyt. Utána megint egy érdekesség jön Deák István tollából, ő már többször volt szerzőnk, ő egy hajós kapitány, és egy másik hajós kapitánynak az érdekes sztóriát, történetét írja meg, Köd József neve nem ismeretlen Füreden. Utána Tóth Bence Tamás jön, ugye Tamás híres arról, hogy olyan dolgoknak jár utána, ami pletyka szinten már többször megjelent a városban, mindenfélét mondanak róla, és akkor ő kideríti az igazságot. Az első cikkében a füredi vasúti életről ír, megemlít olyanokat, és bemutat olyan egyéniségeket, akik ezelőtt 50-60-80 évvel köztiszteletben álló vasutasok voltak, ő megemlíti a diószegi családot, diószegi bácsét, akinek a háza a mai napig megvan, és az örökösöknél van a Fürdő utcában, ő nagy egyénisége volt a városnak. Tóth Bence Tamás annak járt utána, hogy igaz-e a városban elterjedt hír, miszerint Balatonfüreden villája volt a pezsgő gyáros Törlei Józsefnek. Kutató munkája végén kiderül az igazság. Most Gyetvai villaként emlegetjük, eredetileg Szabó villa, Szabó vendéglős volt. A pletyka onnan indult el, hogy a villa pincéjébe találtak egy csomó törlei pezsgőt. Nyilván, hát hiszen vendéglős volt a tulajdonos, de ezt már a füredi legenda úgy mesélte tovább, hogy valószínűleg ez a törleinek lehetett a villája, és ott spájzolta be a pezsgőit. Következő két cikkünk tulajdonképpen visszaemlékezés, mégpedig emléktábla avatók kapcsán Szelle Zoltán, akit mi most már a vitorlázás és a hajózás szakértőjének könyveltünk el, ő a Tolnai Kálmánról, a Tolnai Laci bácsi, ugye mi így ismerjük, az életéről, életútjáról írt egy összefoglalót annak kapcsán, hogy ő mondta az emlékbeszédet a táblaavatónál. Ugyanígy egy emlékbeszédnek az írásos alakja jelenik meg a következő cikkünkben a Dicenti tábla avatása kapcsán, ott Csizmazi Darab József mondta a beszédet. És akkor az utolsó, az Béresi Ákos szerkesztőtársam történész, akit most már a pajtás hajó szakértőjének fogunk lekönyvelni, vagy elkönyvelni, találkozott egy Szabadi Tibor nevű bácsival, akiről kiderült, hogy nem is kevés embert mentett meg a pajtás hajóról, de soha nem jött úgy előtérbe, pedig a feleségével együtt mentett. Nagyon érdekes a cikk, ahogy elmesélik, hogy ők ezt hogy csinálták végig. Kedvcsinálónak ennyit, akit érdekelnek a részletek, lapozza, olvassa a Füredi História legújabb számát, amely beszerezhető többek között a Városi Könyvtárban, a Zsidó Kiválóságok házában, az Arácsi Népházban és a Turinform irodában is.